početka razvoja ovih kluba već 13 godina. U pitanju su lideri koji imaju neistrpnu energiju, izuzetni profesionalci. Iako oni ne znaju engleski, a mi ne znamo mađarski, jednostavno kada komunicirate sa njima, oni srcem i dušom komuniciraju i lako je uspostaviti neki blizak odnos sa njima. Ja sam ih nekoliko puta slušao i uvijek su me inspirisali kada dele neka svoje iskustva sa nama. Oni su bili tako ljubazni kada smo ih pozvali da dođu i da podele sa celim Balkanom, sa 600 najuspešnijih lidera, neku svoju tajnu uspeha. U pitanju su izvršni direktori iz Mađarske, koji su nama, sa druge strane, jako bliski, jer su pre svega u Srbiji sponsor Jagode Mirčić, koja pokriva skoro 70-75% Srbije, i plus ima direktne lidere gore iz Vojvodine, kojima su sponsori, i pored toga imaju grupu u Sloveniji. Tako da mogu da kažem da su negde viši sponsori, pa dobrog dela Srbije i jednog dela Slovenije. Imaju puno znanja, puno iskustva, izuzetno su karizmatični. Sada će nam se na sceni obratiti Rama, Andy, a Dima je pozadi i to sve snima, pa će se on posle priključiti na vini. I molim vas također veliki aplauz za našu dragu koleginicu, marketing specijalistu iz Mađarske, Marijanu Margitić, koja je tu da bi nam prevela i da bi bila sa njima. Veliki aplauz za Andy i Dimu Silvanđe! Egy-kettő-három. Nagyon szépen köszönöm, nagyon nagy megtiszteltetés, hogy meghívtatok. Paralelko szvíme, így állom, milyen drágot, és azt hozzád ahol ez a mama. És az különlegesen jól esett, hogy gyerekeket is elhozhattuk magunkat. I jako nám je dobro palo, što smo mogli našu decu da donesemo na ovaj današnji dan. Hajd kérdezem meg, hogy kivel nem találkoztam még. De azt pitam, ko je onaj koga još nisam srela? Hogy kérdez, aki nem ismer. Ko mene pozne? És hajd kérdezem meg... Mindjárt. Ki az, akivel fogok találkozni? Marrakesben és Szingapurban. Hát a pitam, ko je onaj, s kim ću se sresti u Marrakešu i u Singapuru? És van egy kérdésem, ki az, akivel többet már nem fogok találkozni? A ko je onaj, koga više nikada neću sresti? Ez egy nagyon jó cég! Szuper! Nikola, minden rendben van a cégnél. Nikola, to je sve oké, jó, vagy fél. Amikor meghívást kaptam erre a találkozóra, akkor kettő dolgokat eszembe. Hát szóval pozvali na ovaj današnyi sastanak, dve stvari sú mi došle Amikor Ljubljanában volt egy szeminárium, oda is meghívtak, hogy tartsak egy rövid előadást. Pre pár godina sme imali seminar u Ljubljani, tamo sam isto bila pozvana da držim malo predavanje. Akkor exekutívról visszakvalifikáltunk dupla gyémántra. Onda smo u tom periodu sa, umesto izvršnog direktora bili dupli dijemantski direktori. Pont akkor az időpontban. Baš u tom periodu. Most meghívtak ide. Sad su me pozvali ovde. Gold exekutívról visszakvalifikáltunk exekutívra. I sad smo trenutno umesto zlatnog izvršnog direktora, izvršni direktor. Viszont van egy jó hírem. Ali imam jednu dobru vest. Hogy ebben az üzletben, ez belefér. Ovo je sasvim normalno. Egy esetben. Samo u jednom slučaju. Ha fejlődés mellett döntöttél. Ako ste se odlučili pored razvoja. És mi 21 éve a fejlődés mellett döntöttünk. Pre 21 godine mi smo se odlučili pored razvoja. És biztos vagyok benne, hogy köztetek is van olyan, akinél néha egy kis visszaesés történik. Sigurna sam da i ovdje ima puno vas kod kojih se dešava, da ponekad malo padnu niže. Ez normális, hiszen emberi kapcsolatok üzletek. To je normalno, jer je ovo posao ljudskih odnosa. De ma mindent megteszek. Ali danas ću sve uraditi. Hogy a lelkemből. Da iz moje duše. Erőt adjak ahhoz, hogy tovább így menjünk. Da vam dam malo snage za dalji razvoj. A másik dolog, ami eszembe jutott, amikor nem most volt, eldöntöttük a Dimával, hogy Szegeden lakunk, határmenti városban, és Jugoszlávia, akkor Jugoszlávia fele nyitunk.
Druga stvar što sam se setila kad sam dobila poziv na ovaj sastanak je bio period kad smo sa mojim mužem njimom odlučili, pošto mi živimo u Segedinu, koji je grad pored granice, da krenemo u tadašnju Jugoslaviju. Mindent megtettem, hogy jugoszláv emberkékkel találkozzunk. I onda sam ja sve uradila da sretnem ljudi iz Jugoszlávije. Nem volt bent az Oriflame, elkezdtük átfordani több éven keresztül Portugált az árut. Onda još Oriflame-a nije bilo u Jugoslaviji, više godina smo mi nosili proizvode preko granice u Jugoslaviji. Pedagogusok voltunk, tanítottunk. Mi smo pedagozi, učili smo. Utána elmentünk, előadásokat tartottunk. Onda smo posle mi držali predavanja. És utána pedig mentünk Portugált az árut. I onda smo krenuli sa proizvodima preko granice. Aztán modernizáltuk magunkat. Posle izvesti vremena smo se malo modernizovali. Lett olyan munkatárs, aki segített átfordani pénz százalékért az árut. I našli smo saradnike koji su za određenu sumu pomogli nama da tu distribuiraju proizvode u Jugoslaviji. És fantasztikus érzés, hogy most meg itt vagyunk. Eltelt 13 év a nyitás óta. I posle svega toga je fantastičan osjećaj, hogy smo sada ovde sa vama. Szóval köszönöm, hogy meghívtatok. Magunkról néhány szót, akivel még nem találkoztam. Či hvala još jednom na ovom pozivu i sada bih rekla par reći o nama, ako nas još ne poznajte. Két csapatom van. Ja imam dve ekipe. Az egyik a családom. Jedna je moja porodica. Ima Benjamin i Dominik. Ima Benjamin i Dominik. Naših pedijek je Šiker čapat. A druga je moja ekipa uspeha, Šiker čapat. Tanárok voltunk, és én egy nagy lázadó voltam. Mi smo bili pedagozi, ali ja sam uvek bila buntovan tip. Nem tudtam elfogadni, hogy kevés pénzt keresünk. Nikad nisam mogla prihvatiti da mi zarađujemo vrlo mala para. Ezért úgy épült fel egy napunk, hogy reggel kimentünk a piacra könyvet árulni. Zato nam je dan izgledao ovako. Ujutru smo otišli na pijacu da prodajemo knjige. Utána elmentünk a suliba tanítani. Onda smo odakle žurili u školu da držimo časove. Utána nyomtunk egy kis gyerektornát. Onda smo išli da održavamo vežbe za decu. Hétvégén uszuedzősködtünk. Preko vikenda smo učili decu da plivaju. Iš mellete földet béreltünk. I pored toga smo iznajmivali zemljište za obrađivanje. Egyáltalán nem félek a munkától. Ja se stvarno ne bojim posla. Rada. Volt az életemben egy ember. Ali bio jedan čovjek u mom životu. Aki megváltoztatta az egész életemet. Koji je promenio moj ceo život. Csatlakozunk az Oriflame-hez. Priključili smo sa Oriflame-u. És az akkori direktor elhívott magához. I tadašnji direktor nas je pozvao kod sebe. Ő volt az első ember. Őszinte volt hozzám. On je bio prvi koji je bio iskren prema mene. Aki őszintén megmondta, hogy amit csinálunk, ez hosszú távon nem fog működni. On mi je iskreno i otvoreno rekao da to što smo mi onda radili, da to neće valjati na duge staze. Mert szétapróztuk magunkat. Jer smo jednostavno raspačali naše energije. Azt mondta, csinálj egyet, de az jól. On je rekao, radi samo jednu stvar, ali to radi dobro. Hat órás beszélgetés volt. Ovo je bio razgovor koji trajao 6 sati. Mindent megváltoztatott. I sve je promenio. Addig mindenki cirogatta a fejünket. Do tada svako nam je milovao glavu. És mindenki azt mondta, milyen ügyesek vagyunk, mennyi mindent csinál. I svi je rekao kako smo mi vredni, što radimo toliko stvari. Döntöttünk. A mi smo onda odlučili. Oriflame. Oriflame. Három hónap alatt megcsináltam a 21-et. Három hónap alatt megcsináltam a 21-et. Za 3 meseca smo stigli da budemo senior menedžeri. És most engedjétek meg, hogy saját érzéseimet hoztam meg veletek. I sad pustite mi, molim vas, da podelim moje osjećanje sa vama. Amióta az ember megmutatta nekem, odkad mi je taj čovek pokazao, hogy csak az működik, ami szívtől szívig megy, da samo u tim stvarima možemo biti uspešni koje radimo iz srca, azóta mi dolgozunk. Mi od onda radimo neprestano. Sokszor nem esik jól az embereknek. Puno puta ljudi ne prihvataju baš dobro. De hiszek ebben, hogy csak ez működtet az embereket, az őszinte,
belső érzések. Kad im kažemo otvoreno šta mislimo, ali ja mislim, ja verujem u to da samo ovako možemo raditi dobro ono što radimo. Szóval az üzletünknek két szakasza van, két részre osztom. Ha pogledam našu karijeru, naš posao Oriflame-u, ja delim taj period na dva različita perioda. Megmutatnám, hogy a gyémán szintig hogyan gondolkoztunk. Pokazat ću vam prvo kako smo mi razmišljali, kako smo radili do diamantskog direktora. Nagyon fontos volt, hogy újdonságok voltak a termékek. Magyarországon nem voltak külföldi termékek. A termék volt fókuszban. U tom periodu je jako bilo važno to da su sami proizvodi bili kuriozitet. Onda u Mađarskoj još nije bilo puno proizvoda iz Zapadne Evrope. Znači, proizvodi su bili u fokusu. Amikor megmutatjuk a terméket, mindenki el volt állulva. Svéd termékek, külföldről jött termékek. Igazából a termék volt fókuszban. U to doba, kad smo pokazali proizvode drugima, su padali u mese. Proizvodi iz Švedske, sasvim drugačiji nego što su se mogli kupiti u prodavnicama. 24 évesek voltunk, fiatalok. Azt a döntést hoztuk, hogy mindent az üzletnek rendelünk alá. Mindent. Mi smo onda imali 24 godine. Bili smo još mladi i odlučili smo da sve podredimo poslu. Sve. Volt olyan nap, amikor 5-6 bemutatót tartottunk, iskola után, tanítás után. Bilo je dana kad smo držali 5-6 prezentacija, posle časova u školi koje smo održavali. Sportolók voltunk mind a ketten a Dimitrijjel, de ebben az időben mindent feladtunk. Nem mentünk mozogni. Ja i Dimitrij smo inače sportisti, ali u to vreme smo čak i to ostavili na stranu, znači nismo išli, nismo se bavili sportom. Össze-vissza kajáltunk, ahol éppen volt előadás. Jeli smo što smo našli, tamo na tim mestima gde smo baš u tom trenutku bili. Semmi egyensúly nem volt az életünkben. I nije bilo nikakve ravnoteže u našim životima. A felelősséget átvállaltam minden munkatársnál. Ja sam preuzela odgovornost u ime svih mojih saradnika. Körülbelül a mi hitünk működtetett nagyon-nagyon sok vezetőt. U suštini, naša volja, naša energija je pomagala puno lidera da oni postignu svoje rezultate. Fantastikus vezetőket csináltunk. Mi smo napravili fantastične lidere. Akkor nem tudtam. Ja još onda nisam znala. Mert rövid időn belül a szponzorunk már nem lett, nem foglalkozott aktívan az üzlettel, így magunkra maradtunk. Posle vrlo kratkog vremena mi smo ostali bez szponzora, bez direktora, koji je ostavio Oriflame, tako da smo bili sami. Minden tréningre elmentünk, Brian Tracy, hatalmas áttörés volt az életünkben. Bili smo na hiljade tréninga, na primer Brian Tracy, on je bio, imao jako velik uticaj na naš život. De ez a szakaszra ez volt a jellemző. Ali ovako smo radili do 96. godine. Eljött a gyémánt szint, és kezdtem rosszul érezni magam. Kad smo postali gyémántski direktori, onda sam počela da se ne osjećam baš najbolje u ovoj situaciji. Egészségileg. I to mi je uticalo i na zdravlje. Nem voltam egyensúlyban. Nisam bila u ravnoteži. Egy évig szenvedtem. Ja sam se mučila otprilike godinu dana. Azt mondták, hogy kimerültem. Rekli su mi da sam izmorena. Nem volt energia. Nisam imala energije. És döntés hoztam. I onda sam opet napravila i verila. Ismite döntés. És hiszek valamiben. Ja verujem. Abban van nálam egy üvegkavics. Az egyik felén az van ráírva, hogy igen, a másikon pedig, hogy nem. Imam tu u ruci jedan stakleni kamen. I ima dva natpisa na ovom kamenu. S jedne strane je reč da, s druge strane reč ne. A legeslegfontosabb az életünkben. I najvažnije u našem životu. Hogy mindig tudjunk döntés hozni. I da uvek budemo sposobni da napravimo odluke. Ezt én nem akartam folytatni. Ja nisam htjela da nastavim svoj život tako kako je onda bilo. Az érdekes az, hogy nem voltak erős követőink. I vrlo interesantno bilo da onda nismo imali jake lidere koji su išli za nama. Mindenki azt látta, hogy dolgozunk éjjel-nappal. Svi su videli da radimo danju i noću. Miben hoztunk döntést? I šta je to što smo mi onda odlučili? A prioritás az egészség került. Prioritet je postalo zdravlje. Feltettem a kérdést, mi értelme annak, ha lesz pénzem, de nincs egészségem.
Pitala sam sama sebe u to vreme, šta vredi ako imam para, a nemam zdrava? Semmi értelme. A mozgás vissza osztok. Minden nap 45 percet futok. Egy napot sem hagyok ki. Vratili smo i sport u naše živote. Ja svaki dan trčim 45 minuta i nijedan dan ne odustajem od toga. Megtanultu meditálni. Naučili smo da meditiram. Napi 2-20 perc. 2x20 minuta svaki dan. Počeli smo da se hranimo bio hranom. Utána olvastam mindennek, képzésekre mentem. Čitala sam o tome, išla sam na predavanje o toj temi. És megértettem, hogy energiám akkor lesz. I razumela sam da ću onda imati dosta energije. Hogyha normálisan táplálkozom. Ako se hranim, kako to treba. Ha mozgok. Ako se bavim sportom. Ha lelki egyensúlyban vagyok. Ako uspostavim ravnotežu u mom životu. Találtunk egy olyan embert, aki főz ránk. Našli smo nekoga, ako nam kuva. Annyi zöldséget eszünk, hogy a fülem is már felolból van. Jedemo toliko povrća, da su mi i uši od spanac. És nagyon-nagyon fontos, hogy ahogy kialakítottuk ezt az egyensúlyt. Jako je važno, da u to vreme, kad smo mi uspostavili tu ravnotežu našim životom. A vezetőink elkezdték ezt észrevenni. Da su naši lideri počeli da primećuju tu promenu. És elkezdtek nagyon-nagyon-nagyon ragaszkodni, és ők is ebbe az irányba akarnak jönni. I počeli su jako da idu za nama i da nas prate u tom, u tom pravcu. Miért fontos ez most a jelenlegi helyzetben? A zašto je to sad važno sad u ovoj situaciji? Személyes érzéseimet mondom, ebben hiszek. Ovo su moje lična osjećanja, ja verujem u ove stvari. Magyar piacon annyi termék van más cégektől, u Mađarskoj sad već imamo toliko različitih proizvoda od različitih kompanija. Hogyha én odarakok egy katalógust, attól még senki nem fog egy hátas dobni. De akkor ja ljudima pokažem katalóg, od toga ljudi neće pasti u nesvest. Egyszer óriási a kínálat. Jer jako ima puno različitih proizvoda na tržištu. És azt érzem, hogy most ebben az időszakban a fókusz a személyiségen lett. Ja osjećam da sad u ovom periodu fokus treba da je na ličnosti, na ljudima. Az emberen, hogy legyen egy hitvallásod, legyél olyan ember, akit követni akarnak. És teljesen mindegy, hogy rúzs, spirál, testápoló. Én abban hiszek, hogy az emberek engem akarnak. Važno je da mi budemo ljudi koji će drugih tetti da prate na našem putu. Svejedno, da li im prodamo maskaru ili parfem, ja verujem da ljudi mene prate. Da kijeliš os, koji mi vamo šelene na pijacom. A da vidimo šta se sad dešava na tržištu. Mindanjem iletebe, sereteink vannak. Akvarim, ha nem. Mi svi imamo različite uloge u našim životima, sviđalo se to nama ili ne. Egyrészt vagyunk gyerekek, mert hiába 45 éves vagyok, de édesanyával én mindig gyerek maradok. S jedne strane mi smo svi deca, jer bez obzira što sam ja 45 godina stara, moje majici ja ću uvek biti njeno dete. Amikor elmegyek anyához, azt fogja mondani, kislányom, hogy vagy? Kad odem kod mame, ona me još uvek pogleda kao kad sam bila mala i pita, curice moja, kako si? Nem szabad elfelejteni, van egy gyerek szerepünk. Utána szülő szerepünk. Itt ül két gyermekem, teljesen más szerepben vagyok az ő szemében. Sledeća uloga, koju skoro svi upražujemo, to je da smo roditelji. Imam dvoje dece, tu su sa nama, znači sa njima u drugoj ulozi moram da se ponašam. Férj és feleség. Amikor a Dimitri hazajön, akkor nem mint gyermek jelenek meg, nem mint szülő, hanem mint feleség. Suprug i supruga. Kad Dimitri stigne kući, onda ja sa njim se odnosim kao suprug prema svom suprugu. Akár sportársa. Ha elmegyek sportolni, a sportársa, ha teljesen más szerepkörben vagyok. Kad se bavimo sportom, onda imamo druge ljude oko nas, pa ima smo opet u sasvim drugoj ulozi treba da budemo. Barátom. Amikor elmegyek barátokhoz, az is egy megint más szerep.
Isto tako što se što u vezi prijatelja naših, kad smo sa njima opet smo u jednoj drugoj ulazi. Mindenhol más képviselkedsz, mindenhol más gondolataid vannak. Munkatárs. Hagyományos munkahelyen, munkatárs. Či saradnici, kolege na poslu. Znači, u svakoj od ovih uloga mi se drugačije ponašamo, drugačije misli imamo kad smo u tim ulogama. Miért beszélek erről? Én azt látom az embereken. A zašto ja o tome toliko pričam? Zato što ja vidim na ljudima. Hogy az emberek zárkozottakká váltak. Da su se ljudi nekako zatvorili. Az embereket nem becsülik meg a munkahelyeken. Na radnim mestima niko ne prihvata njihove rezultate. Az embereknek az önértékelése leesett. Jako malo ljudi ima zaista samopouzdanje. Nincs az embereknek önbizalma. Ne veruju u sebe. Nézd meg csak, az utcán jönnek veled szembe, és nézd meg az arcokat. Pogledajte ljude koje dolaze vama u susret na ulicama, pogledajte njihova lica. Rendkívül rossz kapcsolatokat ápolnak. Najviše ljudi ima jako loše odnose sa ljudima oko sebe. Mindennaposak a beszélgetések a férjével. Svaki dan se svajzi sa svojim mužem. A szülőkkel nem beszél a férjével. Ne razgovaraju s roditeljima već pola godine. A munkatársakkal mi a viszony. Kakav je odnos isto sa kolegama na poslu. Az emberek bezárkoznak, egy burok van körülöttük. Ljudi su zatvoreni, kao da imaju neki zid oko sebe. És most jelenleg ebben a helyzetben mi azt várjuk ettől az embertől, hogy jöjjön és építse fel a világ legjobb üzletét. I sad u ovakvoj situaciji mi očekujemo od tih ljudi, od tih istih ljudi, da dođu tu, da budu sa nama i da izgrade najbolji posao na ovom svijetu. Ez az üzlet az emberi kapcsolatok üzlete. Ovaj posao je posao ljudskih odnosa. Ez emberekről szól. Tu se radi o ljudima. Az emberek lelkéről. O dušama ljudi. Ezekből az embereket behozzuk kampányok során. Ove ljudi mi možemo da privučemo tokom jedne kampanje. De van egy hitem. Ali ja verujem. Hogy ki kell vennem ebből a befőttes üvegből először. De ja prvo moram da ih izvadim iz ove flaše što vidite na slici. Ez a nulladik lépés. Ovo je nulti korak. Mert azt érzem, hogy amíg ebben a flakonban van, jer ja osjećam da to što je u toj flašici. Még regisztrális hozzánk. Csak ilyen kóba piše regisztráció za refren. De immun is mindenre. Ali biće immun na sve. Nem indul el a fejlődés, nem indul el a karrierje. Ljudi ne krenu putem uspeha, ne krenu u njihovoj karrieri o refren. Ezért a következő döntéseket hoztuk. I zato smo mi opet napravili više važnih odluka. Nagyon fontosak az akciók, minden nagyon jó, rengeteg ajándék. Az én hitem szerint az embereket olyan állapotba kell hoznunk, hogy versenyképes legyen, hogy ki tudjon menni a piacra. Jako je važno što kompanija organizuje svakakve kampanje, imamo jako puno poklona i akcija i slično. Ali ja osjećam da bi ljude mogli da pošaljemo u svet, da tamo grade svoj posao, da je potrebno da ih mi malo izgradimo da budu sposobni da to urade. I što mi koru, uja nama kod pa hozduk, jul jerzi magat, megi jerti, akor ezekaj starnikotka, ezekaj zajavatokka. I kad postignemo da ti ljudi, da se oni dobro osjećaju, da razumeju ono o čemu im pričamo, onda će s ovim poklonima i sličnim kampanjama krila dobiti. Elkezdtük kétnapos bentlakásos tréningeket tartani. Mi smo počeli da organizujemo višednevne treninge za naše saradnike. Én nem vagyok tréner. Ja nisam tréner. Én egy szépségtanácsadó vagyok. Ja sam jedan konzultant. Aki 21 éve megtapasztaltam napi szinten. Ja sam jedan konzultant, koji je 21 godinu svaki dan videla. Hogyan érdemes most dolgozni? Mi a hatékonyság? És ezt osztom meg ezeken a tréningeken. Sam videla kako vredi raditi. Kako treba efektivno raditi. I to je ono što ja, o čemu ja pričam na ovim treningima. Az első nap semmi másról nem szól. Prvi dan ovog treninga. Se Oriflame, se biznis, se termék. Znači prvi dan imamo jednu jedinu temu. Nema Oriflame-a, nema poslovnih pitanja, nema proizvoda. Čak magukro. Samo smo mi. Mindig abban kezdem a tréninget.
Ja uvek počinjem trening. Van egy kis kosárkám tele papírzsebkendővel. Szerintem állom korpicom punom papírnagyik máramica. Körbe kínálok mindenki. Szakom meg dámbolyásnak. Nem értik, hogy miről van szó. Így úgy én rezumém. Zászlatolját a rádió. Azért, mert ez alatt az egy nap alatt a felszín hordákozom az összes feszültséget, ami az emberekben van. Eto zátorádíme, to, što znamo da će na kraj treninga sve emocije koje su u ljudima duboko unutra doći na površinu. Amikor bejönnek a treningre, kad dođu na ovaj moj trening ljudi, mindig azt érzem, mint a színházba jöttek volna. I uvek osjećam kao da su oni došli u pozorište. Mindenki tartja magát. Svi se drže. Mindenki a legjobb formáját hozza. Svako hoće da pokaže svoje najbolje lice. És amikor elkezdjük egy picit boncolgatni az ő lelkét, mert megteszem azt a kérdést, hogy boldog vagy-e. Ali kad počnemo malo da gledamo dublje u dušu ljudi, kad ih pitam da li si zaista sretan. Akkor 50-60 éves férfik elkezdenek sírni. Onda i muškarci od 50-60 godina počnu da plaču. És elmondják azt, hogy ők nem boldogok, őket nem becsülik meg. I kažu mi, priznaju svima koji su tamo, da nisu sretni. Az, hogy egy éve nem beszél az édesanyjával. Pötös tagadjon utána nyílt gubari össze szója máig. Ott értik meg. Most nagyon figyelj. I támon a tom tréningu rezumejú, és a diákupázik. Ha neked nincsenek rendezve a kapcsolataid a gyerekeddel, az édesanyáddal, az édesapáddal, ha nincs rendezve a kapcsolatod a munkahelyeden, a kérdésem, hogy akarunk üzletet építeni? Hogy akarunk emberi kapcsolatok üzletét építeni? Ha ezt nem tudjuk felépíteni, hogy akarunk nagy csapatokat, hogy akarunk 5-6... Dakle, jako je važno da razumemo da ako u našem životu nisu u redu naši odnosi sa drugim ljudima, sa našim najbližima, sa našom decom, sa roditeljima, sa kolegama, sa prijateljima. Kako mi hoćemo da gradimo naš posao, našu karijeru? Kako hoćemo da dovedemo nove ljude kojima ćemo mi biti uzor? Olyan helyesek voltatok, azért nem hagytam, olyan volt, mint ha értenétek. És gondolgattatok, és így elkapott a hét, bocsánat. Zato nisam stala za prevod, jer ste mi izgledali kao da razumete šta vam priča. Ez fantasztikus. És csak hogy mondjak egy példát. A tréningen férj-feleség kivékül. De vám dám jeden primer. Na jednom od mojih tréninga su se jedan suprug i supruga tamo pomirili. Mert egy egyszerű dolgot mutattam. És nem így pokázol, hogy nagyon érdeztem azt vár. Gondoltok bele, hogy hol tartották meg nekünk az erőszakmentes kommunikációt? De ez mi szinte számol, de elé vám a neko bilo kada, de elé vesz épít neko učio o kommunikácii bez agresszívnosti. És ha nekem, a férj meg a feleség nem jönnek ki jól, i ako ja vidim da suprug i supruga ne znaju jedan sa drugim pravilno da komuniciraju. Sva hazošaj me bez vrigo da letim. Znači, postali smo čak i konsultanti za brakove. Most képzeljétek el egy egyszerű történet. Csak annyit mondtam, ide állt a férfi, ide meg a nő. I na jednom od ovog treninga rekla sam mužu da stane tu, suprosi da stane tam. Kérdeztem tőle, hogy te mit látsz? Ő elmondta, hogy a dekan és itt kajlók vannak. Pitala sam supruga, što ti vidiš? I on je rekao, vidim tu nadpis The One i tam neke školjke. Az asszonyka nézi a másik oldalt, mondom, te mit látsz? Zsene gledala sam druge strane, pitala sam, što ti vidiš? Mondta, hogy kezeket. Mert rekla, ruke. Mondtam, figyeljtek ide, ezen teljesen össze tudnátok veszni. Ja sam je rekla, slušajte, ovo, na ovog bi se mogli jako dugo svađati. Hiszen mind a ketten ugyanazt nézitek. Jer vi gledate istu stvar. Mi lenne, ha a kommunikációban átjönnél a másik oldalra, és megnéznéd, hogy az a másik fél mire gondol, mi van a fejében. A šta bi bilo da, umjesto da gledate sa različitih strana, da pređete do komunikacije na drugu stranu i pogledate šta taj drugi vidi, šta je u njegovoj ili njenoj glavi. Iš elkezdték mesélni, igazából az összes probléma náluk erről szól. I onda su ispričali da su u suštini sve, koreni svih problema u njihovom braku, tu, u komunikaciji. Ott kivékültek.
i tamo su se pomirili na licu mesta. És úgy számítják, hogy azóta a tréning óta egy új időszámítás van a házasságukban. I od onda oni tako gledaju na taj trening, kao da je počela novo, nova epoha u njihovom braku. A férfi elkezdett az üzlettel foglalkozni. I muž se počeo više baviti Oriflame-om. Cukik együtt mennek a központba. Ja, da se zlati, zajedno idu na svakakve treninge. Kérdezlek benneteket. I pitam ja vas. Ha rendben vannak a kapcsolataink, ha jól érzed magad, ako se dobro osjećaš, ako su u redu svi odnosi sa tvojim bližima. Annyi energia szabadul föl belőled. Onda čovjek toliko energije osjeća u sebi. Amivel nem Marrakešbe fogsz csak jönni. Koja energia vas neće odvesti samo do Marrakeša. Ha nem jössz a Gyémántra, mert csapataid lesznek, nagy-nagy csapataid. Meg i na Gyémántsku konferenciju, gdje ćeš imati ekipe, velike ekipe. Ha háborús övezet vesz körül, ha haragszol a világra. Ako si u ratu sa svetom. Hogy szeretnék embereket behozni? Hogy szeretnék útra indítani őket? Kako misliš onda da dozoveš ljude u ovaj posao? Kako da ih pokreneš na njihovom putu? Mondjam azt neki, hogy figyelj, anyáma nem jó kapcsolat apámmal, nem jó munkahelyen, nem jó, de most megpróbálom, hát az Oriflame üzletbe majd menni fog a kapcsolatépítés. Ne možemo reći ljudima, slušaj, nisi u dobrom odnosu sa svojim suprugom, sa svojim roditeljima ili sa kolegama, ali probaj, Oriflame, možda će ti tu uspjeti. Ne mislek nama. Ja ne vjerujem u to. Abban hiszek, ami neked is jó lesz. Ja vjerujem u stvari koje će biti dobre i drugima. Volt olyan a tréningem, akivel leírattam, egy éve nem beszélt az édesanyjával. Imala sam na treningu osobu koja godinu dana nije razgovarala sa svojom majkom. Mert megharagudott rá egyszer. És ez zbog nečega jednom naljutila na majku. És mondtam neki, amikor volt a tréning, hogy írd le nekem azt a szót, hogy édesanyám, kezd el írni. I rekla sam joj da počne da piše reč majka. És elkezdett sírni. I počela da plače. Mondom, mikor érzed, mikor kell rendezni, mikor kell felhívni, mondta, hogy most. Pitala sam i šta misliš, kad treba da nazoveš tvoju majku, kad treba da pričate o ovoj situaciji. Imena terembel. I rekla je sad. Felhívta. És bejött, és azt mondta, hogy mekkora barom vagyok, hogy egy évig ezt nem csináltam meg. Ta osoba izašla iz sobe, nazvala je svoju majku i kad se vratila, rekla je, ne mogu da verujem da ja ovo nisam uradila pre godinu dana. Azt értsétek meg, hogy neked nem jó. Neked nem jó. Nem tudsz fejlődni, mindent megteszel, hogy sikeres vezető legyél. Sigura sam da svi vi uradite sve da budete uspešni lideri. Ezért kell megtanulnunk azt, hogy először a kapcsolati rendszereket rendezzük. I zato treba naučiti i to da kod vaših saradnika probate da uspostavite dobre odnose u njihovom životu. És egy nagyon fontos dolog. Još jedna vrlo važna stvar. Keresd meg azt a fő vonalat, amivel nagyon hiszel. Nájdete uvek taj pravac, koji jako verujete. Mire gondolok? Na šta misli? Nagyon hiszek abban, a táplálkozásban. Nagyon-nagyon hiszek. Ja verujem pravilnú iskrenu. Ezért nagyon-nagyon hiszek a wellness termékekben. I verujem u wellness proizvode, Oriflame. Én nem beszélek róla. Én nem pricsom a nyilván. Én ebben hiszek. Ja verujem u nyilván. Most is, amikor kezdtem volna, készülöttem, hogy majd jövök ide ki, nem csak itt eszegettem. Ott van nálam mindig a wellness szelek. Hiszen kezdek se spremala, de izegyem tudna pozornicu, nisam jel a csokoládu, meg a wellness proizvod Oriflame. Ha van egy fő vonalad, amit képviselsz, amiben hiszel, akkor imes jeden pravac, hogy imet jeden pravac, hogy verujed. Azt építsed. Legyél egy dologban nagyon profi. To treba egy. Graditi. Budite profesionálni u jednoj jedinoj stvari. Ez bármi lehet. To može biti bilo šta. Azért különleges az egészség, mert az neked is jó. Zdravlje je zato posebno, jer je to svima nama dobro. Az emberek vevők rá. Az egészségről beszélek, és mindenki wellness terméket vásárol. Ako pričam ljudima o zdravlju, onda ljudi mene slušaju i ljudi kupuju wellness proizvode. Az én hitem nem adhatok el direktbe egy síket, egy olyan embernek, akinek nem egészségtudatos a gondolkodása. Ali
bez obzira što ja imam, ja verujem u te proizvode, ja ne mogu prodati jedan šejk nekome ko ne veruje u pravilnu ishranu i u zdravlje. Semmi más nem csinálunk a tréningen. Az első nap magunkról szól, a második napon... Znači, na trenizima koje držimo, prvi dan je o ljudima. O samo ljudima govorimo. A na drugom, a u drugi dan... Azt keresem meg az emberekben, hogy mi az, ami közel áll hozzá, amiről szívesen beszélne. Drugi dan probam da nađem u svakome od prisutnih šta je ono što osjeća bliskim sebi, šta je ono o čemu vrlo rado govori. Az az ember, aki ne pisa táplálkozásban, oni koji ne veruju u pravilnu ishranu, az ne fog wellness terméket eladni. Oni neće prodati wellness proizvode. És nekem vezetőnek ebbe tisztában kell lennem. I ja kao lider treba da budem svesen toga. Viszont ő pedig lehet, hogy nagyon hisz a bőrápolásban, mert hogy kozmetikus. Ali možda ta osoba jako veruje u njegu kože, možda zato što je kozmetičar. Akor azt kirem, abba erősítse, azt erősítse magában. Onda ja zatražim od nje da to bude taj cilj, taj pravac koji će ona graditi. Azt gondolom, hogy valamiben kell, hogy jó legyél, mert ettől különleges vagy, és ezzel vonzunk az embereket. Svako mora biti dobar u nečemu, jednoj stvari, jer to je ono što čini ljude posebnim i to je ono što će privući druge ljude da se priključe njima. Szegeden, folyamatosan körbe ment az összes csoportunknál, van egy hölgy, aki nagyon régóta egészséges egészségesen főz. U našem gradu, u Segedinu, ima jedna gospođa koja se vrlo odavno bavi pravilnom ishranom i kuva zdravu hranu. I ona je prošla kroz sve naše grupe. Iš, mene nišmeri. I svi je poznaju. U njih je koji fit anjuka. Ona se zove sebe fit mama. Iš, fit nema mama, minden čoport hoz. Ja sam nju nosila sa sobom u svaku ekipu, u svaku grupu. És térítettük az embereket. Térítettük. I pričali smo o zdravo iskreni, kao da pričamo o nekoj novoj veri. És ennek az az eredménye, hogy az országban minden a top 15-ben a wellness értékesítésben majdnem mindenki a csapatunkból van. I rezultat svega toga, tog rada, je to da u Mađarskoj top 15 u svakom pogledu što se tiče wellnessa, su iz naše grupe. O wellness a jövő. Wellness je budućnost. Nem hiszem el, hogy az emberek jól érzik magukat, úgy, hogy magas a vérnyomása, a koleszterinje magas, hogy nem érzik jól magukat a bőrükben. Ja ne verujem da se ljudi dobro osjećaju sa povišenim pritiskom, sa povišenim kolesterolom i da se ne osjećaju dobro u svojoj koži. Itt van a kezdenben. Mi imamo rešenje za to u našim rukama. Da fontos az egészségtudatos gondolkodás. Znači jako je važno da se bavimo našim zdravljem. Döntöttünk az embereknek ahhoz, hogy kihozzuk őket a burokból. Znači mi smo odlučili i ljudima, zato da bi ih izvadili iz one flaše gde ste ih videli malo pre. Hotelmaš gala partikat tortum. Zato pravimo ogromne gala žurke. Szegeden egyetlen egy hely van, ahol 700 főt tud befogadni. Szegeden ima jednu jedinu prostoriju, gde može 700 ljudi da stane. Ide csak azok jöhetnek, akik a jövőjüket akarják építeni. I tu pozivamo samo one ljude koji stvarno hoće tu da grade svoju budućnost. Ez fizetős találkozó. Ljudi plaćaju zato da bi bili tu na ovom. De az elismerésnek azt a maximumát adjuk, ali mi probamo da damo maksimum od sebe, da priznamo njihove uspehe. Amikor bejönnek a terembe, már akkor sipa fakadjanak. I cilj nam je uvek da ljudi kad već uđu u tu prostoriju, da već onda počnu da plaču. Ez hiányzik az embereknek. Jer to je ono što je ljudima potrebno. Volt olyan 3%-os munkatárs. Imali smo saradnika koji dostigao 3%. Aki nem mert kijönni a színpadra. Koja nije smela da izađe na pozornicu. Mert még soha életében nem kapott el ismerést. Jer u životu još niko nije priznao nje rad. Reggel kezdődik 10 óra, akkor este 6-ig tart. Naša žurka počinje u 10 ujutru i traje do 6 uveče.
3%-os munkatársak egyesével szerint fel vannak szólítva. Szakadási szárnyék a Boston-i karácsonyi parti volt, aranyköm volt, a szallagon sikergála. Čiže naši saradnici izađu na pozornicu i recimo zadnji put smo imali ovu žurku oko Božića, dobili su malo mali ukras oko vrata. Abban hiszek, i ja verujem, hogy a sikertár első lépcsőjétől, da od prvog stepenika plana uspeha, kell megadni az embereknek az elismerést, moramo priznati ljude, a jó szót, moramo da im pružimo jednu dobru reč. A biztonság érzetet. I osjećaj sigurnosti. Nem sajnálom rá az időt. Ja nikad ne štedim se mojim vremenom, kad je reč o ovima. Egész évben erről beszélnek az emberek, ezt a gála partit várják. I ljudi cele godine samo ovoj žurci pričaju, to čekaju. Élő zenekar húzza a zenét az elismerteknek. Imamo orkestar, koji daje živu muziku. Csináltattunk a színpadra egy hatalmas O betűt. Napravili smo jedno ogromno slovo O na pozornicu. Mindenki abba akar beleállni. I svako hoće da stane u to slovo O. És a sikertörténeteket mindig úgy állítjuk össze. I uvek tražimo ljude koji će podeliti svoju priču sa drugima. Hogy minden szintről legyen prezentáció. Tako da te priče govore ljudima koji su na svim različitim nivoima. És egy fontos, ami jellemző a gála partjainkra. Ima još jedna važna stvar, mojim žurkama. Senkit nem engedek, hogy szépen úgy beszéljen, hogy szépítse a dolgokat. Nikome ne dozvoljavam, da tako priča, da ulepšava stvar. Mindenkitől azt kérem. Ja, szabok számolim. Az összes bánatát, a nehézségét, arról beszéljen. Da ispriča ostalima sve svoje sve teške stvari koje su se dešavale u njihovom životu i da to podeli sa drugima. Mondja je honnan jött, hogy nevelje otthonba neveltedet. Neka ispriča svima odakle je došao. Hogy soha nem bízod benne senki. Gde je odrastao, možda bez roditelja, da nikad nikad nije verovao u njega. Hogy a szülei mit agadták. Da se roditelji nisu bavili. Az én hitem szerint csak ebben tudnak azonosulni az emberek. Ja verujem, da ljudi samo s ovakvim stvarima, u ovakvim stvarima mogu da nađu i deo sebe. Mert arról nagyon ritkán beszélünk, hogy mi van a lelkünkben. Jer vrlo redko pričamo o tome šta je u nama dubok. Szóval ez van, mi történik. Rendszeresen tartok fenn konferenciákat. Ja redovno držim i web konferencije. Most kétfőn is volt. Imala sam jednu sat u nedeljak. Jövő héten szombaton vasárnap egy bentlakásos tréning. A sledeće nedelje u subotu i nedelju ćemo opet imati modnevni. Még azt elmesélem a bentlakásos tréninget, hogy hol tartjuk. Samo još jedna stvar u vezi tréninga, da ćemo mi još ispričati gde održavamo ovaj tréning. Opusztaszeren, a Prény közepén. Grad se zove Opusztaszer u Mađarskoj, na sredini prérie. Jurtában fogunk lakni. Stanovat ćemo u jurti, u šatru. És a fittanyuka hozza oda az ebédet. I gospođa koja sam vam pričala, pit mama, ona će doneti i ručak. Este zenekar. Uveče ćemo imati orkestar. És ott van Európa legnagyobb labirintusa. I tamo se nalazi najveći labirint u Európi. És amiről beszélek délelőtt. I ono o čemu pričam prepodne. Kapnak egy tesztet a labirintusban. U labirintu će posto dobiti ljudi jedan test. Ha jól választolja meg. Iako dobro odgovori na pitanje. Ako egy óra alatt este ki lehet jutni belőle. Onda za jedan sat uvače može da izađe iz labirinta. Ha nem, akkor 3-4 órát nem fog tölteni. 3-4 órát. Ako ne odgovori dobro na pitanje, onda će trebati otprilike 3-4 sata da izađe iz labirinta. Azt akarom, hogy megértsék az emberek, hogy a biznisz előtt van egy nulladik lépés. Ja hoću da svi moji ljudi i moji saradnici razumeju da pre posla, pre biznisa, postoji još jedan korak. Ez pedig az ember, akik mi vagyunk. A to je čovek koji smo mi. Kaptam egy követ, egy olyan terméskövet, amit ha megtalálnál az utcán, akkor azt mondod, belerúgnál.
još jedna stvar, ovo moram da vam ispričam, dobila sam jedan kamen. Jedan kamen koji naizgled ne izgleda ništa posebno, na ulici bi šutnuli da, vidim, da ga vidimo na zemlji. I na toj fel van törve. A taj kamen je polomljen. Amikor szétnyitod. I kad ga otvori. Gyönyörű kristályok vannak benne. Unutra u kamenu se nalaze fantastični predivi kristala. Azt gondolom, hogy mindannyian egyformán vagyunk. Ja mislim da smo mi svi isti. Csak engedni kell, hogy a bennünk lévő értéket a felszínre hozzuk. I moramo pustiti, moramo postići za sve one vrednosti koje su duboko u nama, da to izađe na površinu. A webkonferenciákat azért tartom. Ja zato im održavam webkonferencije. Nem azért, hogy a biznisről beszéljek. Ne zato da pričam o poslu. Hanem arról, hogy az embereknek a lelkét építsen. Nego da gradim dušu mojih saradnika. És adjak nekik hitet. I da im dam veru. Hogy teljesen mindegy, ha eddig eltiborták. De bez obzira da li su do sada dobijali samo negatívne stvari od ljudi oko njih. Az Oriflame-ben lehetőséged van visszaépíteni a személyiségedet. Sa Oriflame-om svi dobijaju priliku da opet izgrade svoju ličnost. Hol van ilyen? Gde još postoji slično? Eljövünk együtt Görögországba. I mi smo tu sad svi zajedno u Grčkoj. Milyen érzés az, amikor egy gála vacsoránál. Kakav je osjećaj kad u okviru jedne gála večere? A szavaitokkal élve a generális mindenkivel lekezel. Svaki i šef se rukuje sa svima vama. Hol van ez a megbecsülés? De još dobiju ljudi tako, tako priznanje za njihov rad. Ez a figyelmesség az Oriflame-tól. I ove male sitnice što tu vidite, olovka sa zapisom Oriflame. Ez az, ami kell a lelkünknek. To je ono što je ljudima potrebno. Nekem legalábbis ez kell. Ja, barem imam potrebu za tim stvari. Nagyon lelkes tanár voltam. Ja sam bila veoma, vrlo dobar nastavnik. Meghűtettem a gyerekeket. Meghűtettem. Ja sam uvek davala puno energije mojim učenicima. De egyetlen egyszer az igazgató nem jött oda és azt mondta. Ali ni jedan put direktor škole nije došao da me potapše po ramenu. Én nem tudok így létezni. Ja ne mogu tako da živim. Szabó Péternek a szavét hagyd idézem. I dozvolite mi sada da vam pročitam par reči od jednog našeg trenera u Mađarskoj, Petera Szabo. Most terveztek Marianék nekünk egy fantasztikus vezetői szemináriumot Kecskeméten. U aprilu mesecu smo imali jedan fantastičan liderski seminar u Mađarskoj, te je ovaj trener bio prisutan. Van egy mondat, ami annyira megérintett. I ima jedna rečenica koja je mene lično toliko tapla. Erre a földre. Na ovu zemlju. Nem lakni jöttünk. Nismo došli da samo stanujemo. Hanem élni. Nego da živimo. Ezt kell a webkonferenciákon, hogy megértsék az emberek, hogy egyszerűen meg kell találnunk a boldogságot. Én a webkonferencián azt jel trudim, de to rezonuje ljudi, de treba da nájdjuk a svoju sreću. Elkezdtem arról beszélni, hogy minden hétfőn, mert avval kezdem, hogy masszíroztatni megyek 8-tól 9-ig. Počela sam da pričam ljudima o tome da ja svaki ponedeljak počinjem tako da odem na jednu masažu od 8 do 9 ujutru. De mi jert? A zašto? Mert megjedam mama. Zato što to meni pripada? Mert számomra én vagyok a legfontosabb. Zato što sam meni ja najvažniji. És ez jár nekem. I zavređujem to. Azért csinálom a bizniszt. Zato se bavim ovim poslom. Hogy kényeztessem magam. Da mogu sebi da priuštim slične stvari. Ne! Mi értelme az életnek? Jer inače šta vredi život? Olyat adj meg magadnak ebből a bizniszből, ami a lelkednek nagyon jó. Izvadi za ovog posla i priušti sebi stvari koje su dobre za tvoju dušu. Ez csodálatos, hogy eljöttetek ide. Ovo je fantastično da ste vi svi ovdje. Nagyon hiszek a találkozókba erejében. Ja stvarno verujem u snazi ovakvih događaja. Da ih ne okolj megfelelni senkinek.
Ali tu nemojte probati da budete kao što drugi očekuju od vas. Čak i od vas. Samo uživajte. Minar ti od vas, minar od vas. Uživajte u svemu jer ovo je sve za vas tu. Nekem hosszú éveket kellett dolgoznom azon, hogy levetkőzzem a megfelelési kényszeremet. Én sem dugo-dugo godine radila na tome, da izađem iz te to kruga, da budem takva, kako ljudi to očekuju od mene. Van közöttetek olyan, aki ezt az érzést? Én vám poznat taj osjećaj možda. Hogy csak én vagyok ott egyedül a színpadon. Én viszont sama já tu. Nem, hogy más két ember legyen a teremben? Nije istina da samo dvoje ljudi pokušavaju da... Kje da ti ideš na nefelejši kincer? A ko je još osjećao taj osjećaj da morate biti kao što drugi očekuju od vas? Amit od Oriflame ne köszönhetek. I ono što ja mogu da zahvalim Oriflame-u? Amit od Diamantuta megértettem. Što sam ja razumela posle Diamantske konferencije? Senkinek nem akarok megfelelni. Ja nikad neću da budem takva kao što drugi očekuju. Ebben az üzletben jól akarom magam érezni. És arra kérlek, azt a csodát vegyük észre. Ja vas sve molim da primetite to čudo. Hogy együtt vagyunk. Da smo mi svi zajedno. Hogy vannak barátaik. Da imate prijatelje. Hogy tartozol valahova. Da pripadate negde. Hogy meg tudjuk nézni együtt a felkelő napot. I da možemo zajedno da pogledamo izlazak sunca. A gyémánt előtt. Pre gyémántom. Azt se vettem észre, hogy tavasz van, vagy ősz vagy tél. Ja nisam primetila ni da li je napolju proleće, ili je leto, ili je zima. Ez az, amit kell, hogy adjunk az embereknek. I to je ono što moramo dati ljudima. Értéke. Döntöttünk, egy olyan honlapot csináltunk. Mi smo doneli još jednu honlapu i napravili smo jedan website. Amivel nem az a célom, hogy embereket hozzak az üzletbe. S kojim moj glavni cilj nije da ljude privučemo u ovaj posao. Poznam žabkendu. Ima maramice, ako treba. Iš, az a cijelo, hoj megutašam, hoj kik valjom. Nego je moj jedini cilj da pokažem ko smo mi uopšte. Egyceru, emberek, jednostavni ljudi, akik az Oriflame-en keresztül, koji preko Oriflame-a, megtanulták, koji su preko Oriflame-a naučili, hogy itt élni lehet. Da stvarno možemo da živimo. Hogy amikor valaki feljön a honlapunkra, akkor azt látja, hogy ez egy működő csapat. Kad neko dođe na ovaj website, odmah da vidi da je ovo jedna ekipa koja zaista funkcioniše. Nem akarok extrém dolgokat mutogatni. Neću da prikazujem svakakve ekstremne stvari. Csak azt, hogy van egy csapat, ami elmúlt 21 évvel épült fel. Samo da postoji jedna ekipa, koja je sagrađena u proteklih 21 godina. Igaz barátok. Itt értettem meg, hogy igaz barátok mit jelent. To su zaista pravi prijatelji. Ja sam tu razumela šta znači to pravi prijatelji. Amikor egymás személyiségét segítjük fejlődni. Kad pomažemo jedni drugima da se razvijemo kao ličnost. Ez az, amit a honlapok üzen. I to je najvažnije poruka naše website. Hálás vagyok, hogy meghívást kaptam Varsóba a online konferenciára, talán tavaly. Imala sam prilike da učestvujem u Varsavi na online konferenciji prošle godine. Nagyon megérintett. I tamo sam naučila jako mnogo stvari. Az első, ami megérintett, ahogyan fogadtak bennünket. Prva stvar što mi je stvarno dobro pala je bilo kako su nas tamo dočekali. Ahogyan Johan Larssonék, amilyen bánásmódot kaptunk ott. Kako su nas dočekali Johan Larsson i njihova ekipa, kako su se tamo bavili nam. Azt éreztem, hogy ha nem is szólnak hozzám, nem tanulok semmit, az önbizalmamat úgy visszaépítették, ami hihetetlen.
Ja sam onda imala osjećaj da čak i ako ništa ne naučim, čak i ako niko ne progovori sa mnom ni jednu reč, da će moje samopouzdanje već od samog prisustva ljudi tamo opet početi da raste. Tudjátok, mi je necel dolgo probeszélek? Znate kako su to jednostavne stvari o kojima ja sad vama pričam? Figyelmessége. O pažnji. Egy jó szó, egy készfogás, egy jó érés. Csak egy dodir. Számodalék. Ilyen sokat tud jelenteni. Na és visszatérve, ott értettem meg. Én a te konferenciai szemján rezumla. Hogy a világ ebbe az irányba megy. Az online irányába. De a svet zaista ide u tom pravcu, u pravcu online stvari. Ha nem használom ki, akkor lemaradok. Ako ja ne iskoristim i ne krenem ja u tom pravcu, onda ću zaostati za drugim. Vettünk fel egy olyan srácot, aki nagyon jól ért a online dolgokhoz. Zato imamo jednog pomoćnika koji se stvarno razume u ove online stvari. Semmi más dolga nincsen. I njegov jedini zadatak je. A csapatom direktorait összehívtam. Ja sam pozvala sve direktore u našoj ekipi da dođu da budu zajedno. És megértettem velük, hogy miért kell a Facebook. I pričala sam im o tome zašto je Facebook jako važan. A Facebook, az én hitem szerint ebben az üzletben. I ja verujem da je Facebook u ovom poslu. Azért kell, hogy megmutasd magad. Hogy élsz? Mit csinálsz? Važno je zato da pokažete sebe, da pokažete kako vi živite, šta radite. Hogy milyen rendes ember vagy, milyen szerethető rendes ember vagy. Kako ste vi redovni ljudi, kako ste vi ljudi koje drugi mogu da vole. Azt látom, hogy a mostani világban, ami ti is megéltek. Ja vidim da u današnjem svetu, u kome i vi svi živite. Sokkal jobban gyakorlok hatás az emberekre. Imamo puno veći utjecaj na ljude. Ha nem csak szemtől szembe, akkor ne számo lice u lice, hanem Facebookon is követ engem. Meg akkor nas práte i preko Facebook. És azt látja, hogy ez tényleg úgy él, amiről beszél. E onda ljudi vide da, da, ona stvarno živi tako, kao o čemu priči. A munkatársak mit látnak? Andinyi van most Békés Csabán van, most Pesten van, most Debrecenben van. És te vide naši saradnici, da su Andi i njima sad na jednom kraju zemlje, na drugom, na trećem. Lefotózom a salátát, amit eszek reggel. Ja napravim sliku salate koju jutru pojedem. Amikor elmegyek masszíroztatni. I kad odem na masážu. Amikor gyerekekkel bolondozunk. Kad cigramo sa decom. Azt látják, hogy ez valóban azt csinálja, amiről beszél. I onda ljudi vide da ona stvarno radi ono, o čemu priča. Minden direktor létrehozott egy zárt csoportot. Svaki moj direktor ima svoju zatvorenu grupu na Facebooku. És a webmesternek egy dolga van. I naš pomoćnik, koji se bavi online stvarima, ima jedan zadatak. Hogy ezekből a zárt csoportokból, da iz ovih zatvorenih grupa, aktivitásokat felrakja a mi Facebookunkra, da pokupi različite aktivnosti, što su se tamo pojavile, i da stavi na našu. És aki követ minket a Facebookon, azt látja, hogy mozgásban van az egészséggel csapat. Jön, de szédő divide, de egy nása csitava ekipa úszpeha, vrlo aktívna. És ez nagyon-nagyon fontos. Itt a jako vás. Átlagosan 40 ezeren követnek minket hetente. Prosecsna nedegli, ma mocsit a 10 hídad a poszentelec. Ez jó, mert most kezdtük. Itt olyan szuper, és most egyszer pocsani. És a Szabó Péternek a gondolatait hagytam a végére. Én a kraju opet, amely jedna misza od Petera Szaba. Viszont szeretnék egy nagyon rövid összefoglalást. Ali htela bih vam sad vrlo brzo samo reći sve ono o čemu sam pričao danas. Szerintem mindannyian nagyszerű emberek vagyunk. Ja mislim da smo mi svi fantastični ljudi. Az elmúlt évek, az iskolák, a tanárok. Sve prošle godine, škole, nastavnici. Kialakítottak bennünk önbizalom hiányt. Szó úszpeli, de ubiú, más a számomhozdánye. De ebben az üzletben, a jó avon posztú, ezeket le tudjuk vetkőzni. Tome mozsom oda rádi. És nézzétek meg, hogy amikor én megkérdezem egy munkatársat, hogy miről szeretne beszélni, hallani a webkonferencián, csináltunk egy ilyen kérdést.
I kad ja pitam moje saradnike o čemu bi oni hteli da slušaju na web konferenciji, napravili smo jedan upitnik. Ako nema skerte, koji bi došao do šaroka sa ljud, nego keskrimet. Nisu, niko nije rekao da bi htio da čuje više o kremi za ruke. Ezek je utar nekak. To su super proizvodi. A skerik mindig a lehetőkkel foglalkoznom. Svi traži od mene da se bavim njima. A lehetőkről beszéljek. Da pričam o ljudima. Hogy hogyan tudják levetkőzni a félelmeiket. Kako da su slobode svojih strahova. Hogy miért nem mernek oda menni másokhoz. Zašto ne smeju da priđu drugim ljudima. Azért, mert először magunkat kell felépíteni. Zato što prvo sami sebe treba da izgradimo. I zárásként annyit, hogy az életünkben, amiben hiszek, a döntés a legfontosabb. I za kraj samo toliko da ja verujem da su odluke najvažnije u našim životima. Azok az emberek, el akarnak adni egy házat. Oni ljudi koji, na primjer, hoće da prodaju jednu kuću. Van, aki 5 évig azon gondolkozik, hogy melyik lesz a jó ajánlat. Ima ko 5 godina razgleda među različitim kućama. Ne oda költözünk, ennyire költözünk. Nemoj tamo, to nije dobra kuća, nemoj ni ovdje, ni ovo nije. Azt nézd meg, hogy amíg nem döntesz, milyen feszültség van benned. Nego pogledajte da u tom procesu dok ne donesete odluku, koliko negativne energije ima u vama. Megkérem az embereket, hogy döntsenek abban, hogy egyáltalán maga az Oriflame miért kell nekik? Ja úgy számolim ljudi da odluče, zašto im je uopšte potreban Oriflame? Nézzétek, mindannyian rajta voltunk egy úton. Svi smo mi bili na jednom putu. Ez az út nekem a pedagógusi pálya volt, a 44 millió különböző munkahelyemmel. Moj put je bio karijera pedagoga sa 44 milijuna različitih radnih mesta. In osta döntés hoztam, hogy ezt nem akarom csinálni. I ja sam donala odluku da ja to više neću da radim. In erről az útról letérek. Ja sam sišla sa tog puta. De egyet meg kell értenünk. Ali moramo razumeti. Az a gondolkodás, ami azon az úton volt. Način razmišljenja koje smo imali na tom putu. Az itt nem fog működtetni, ezen az úton. De az to, de na ovom putu neće nositi daleko. Nem mindegy, milyen barátaid vannak. I nije sve jedno, kakve prijatelje imate. Nem mindegy, hogy kivel vagy napi szinten. Sa kim održavate kontakt svaki den? Sajnálom, ezt kell mondanom. Žao mi je što moram to reći. Kerülöm azoknak a társaságát, tudatosan. Ali ja namerno izbegavam one ljude. Akiknél azt érzem, hogy nem jó a közelükbe lenni. Kod kojih osjeća, da nije dobro biti sa njima zajedno. Még van egy percem. Van? És imam jedan minut. Voltam egy fantasztikus képzésen, germán medicínán volt már valaki? Bila sam na jednom fantastičnom treningu, zove se German medicina. Da li neko zna možda? Fantastikus, ezt el akarom mesélni. Ja, moram da vam ispričam. Megértették velem. Tamo sam razumela. Mindannyiunknak van egy tudatos éne. De mi svi imamo jedno svesno ja. És van egy majomi énünk. Jedno majmunsko ja. A majomi énünk, figyelj! Ej, taj majmun, sad pazite. Az mindig mindenkinek jó fizik. Sve svaki hoće da bude u dobro. A majomi énünknek minden kell, birtokolni akar mindent. Taj majmun hoće da ima sve, njemu je sve potrebno. A majomi énünk az olyan, hogy van egy ismerősöd, aki hát a korsokázik tőle. Iako imaš, imate jednog poznanika od koga bi najradije da bežite. De mivel minden évben összejártok. Ali pošto se svake godine sretnete. I a majom éned azt mondja, kibírom. Taj mali majmun kaže, hát neka izdržit ću. A tudatos fejlődésről szólt ez a hatnapos tréning. Ovo je bio trening koji je trajao 6 dana i radilo se o svesnom razvoju ličnosti. Nije li tuntenil? Pre nego što donesete odluku. Kjerdez me magatol. Pitajte sebe. A majomi nem akar dönteni? Da li je to taj mali majmun što hoće da donese odluku? Azért, hogy örüljenek a döntésemnek. Zato da bi drugi bili, da bi se drugi radovali moje odluci. Hogy elfogadjanak. Da me prihvate. Hogy szeressenek. De me vole. Vagy pedig. Ili.
Én, Andi, mit akarok? Mi az, ami jó nekem? Ja, Andi, stápolc. Stájon most egy menedal. Ebben kell döntenünk. Ha neked ez az üzlet jó, tetszik a szabadság. Тут треба да донесете одну. Ако је вама овај посао, ако вам од овај посао одговара, ако вам се свиђа слобода. Ако и то хејед. Онда вам је ту мест. Не окари мефелери а сулјопнек, а каријер едитишне. Немојте покушавати да постигнете што су родители мислили о вама или неке снике о каријери што други мисле вама. Ха те омеле дънтеттел, ој форгалмазни акаш чак. Ако сте ви одлучили да само хоћете да продајте производе. Акор... A forgalmazást csináld, de akkor megítós be embereket. De rádi te to. De ha a csapatépítés mellett döntöttél. Ali, ako ste se odlučili da ćete izgraditi svoje timove? Akkor abban fejlesz magad. Onda se tu razvijajte. Csináld meg a személyiségedet olyanná. Izgradite svoju ličnost, da bude takva. Hogy az emberek vonzódjanak hozzád. Da vas ljudi prate. Mindig tanulnunk kell. I uvek moramo da učimo. És imádok tanulni. A legjobb barátaim, majd najbolji prijatelji, bár nem személyesen vannak velem ott esténként, jego nisu lično tamo sa mnom, svaku večer, Maxwell i Brian Tracy, minden eset umálunk egy picit, svaku večer razgovaram sa njim malo. Az ő gondolataik megengedem, hogy hatással legyenek rám. I dopustim da njihove misli imaju utjecaj na mene. És zárásként egy történet. I još jedna priča za kraj. Eš možda od december, da je fontoš. I ovo sam se sad zetila, ali jako je važno. Ezen od tamo ja mogu valjo. Sedim na tom kursu, kome sam pričala. Eli kješa sujetan. I pošto sam ja rodila decu dosta kasno. Oko od onjuka valjo. Vrlo se nerviram oko svih stvari što ima za dece. A Benjamin je naljobni finja, kad ti za neki veš raz voljna. Moj najveći sin Benjamin će sutra napuniti 11 godina. Iš, sve! Iš, srednjeti je mindig mondja, hogy anya, tudnatok kell, hogy mi fuvarozzuk őket, mindenhova járnak, etésre, kézilabda. I morate znati da ih mi nosimo svugde, bilo gde da idu na sport, u školu, mi ih nosimo kolima. Szegényként már többször megkérdezte, hogy anya, engedd már meg, hogy egyedül átsétáljak a sportcsarnokból az iskoláig, mondjuk egy kilométer. Jelen, mely egy kisebb út az a Mario máma, molik, hogy pusztít, de egy sportske hale, de a skola, és tökélik egy kilométer, de jár szám, adem, bezvász. Amit utána elém, és ezt megkérdezte, hogy anya, hogy menjek át? Gyomorgörcse volt. I kedi on tok pita a prvi put, on lesz moj stomak ovako skupil. És mindig mondtam, Nyuszika, majd jövőre, már nagy fiú leszel, és akkor majd egyedül átsétálsz. És lesz a milyen rekla? Színe moj, sledeće godine, onda ćeš is biti dosta te veliki dečko, da sam možeš da odeš do škole. Akkor vagyok nyugodtan, mi visz tük kocsival. Jestem ja onda mirna, kad znam da ih ja odnesem i da će sve biti u redu. Elmentem erre a tréningre. I onda sam otišla na ovaj trening. És kérdezték, hogy kinek milyen félelmei vannak. I pitali su ko kakve strahove ima. Ja sam ih ne tudi megoldani. Šta su te stvari koje ne može sam da sredi? Minden trenika lelkes részevi vagyok. Ja sam uvek vrlo aktivna kad sam na ovim trenizima. Mert ha mám fizetek. Jer ako već plaća. Ja ima tanulja. Onda hoću i da učim. Ne čak ott ülünk is. Ne samo sedem na ovim. Részevi velünk. Na, jelentkeztem. I javila sam se. Megkaptam a választ. Én abban leszem a dolgok. Reggel. Újutra. 10-kor kezdődik a tréning, Benjamin előadja reggel. De ezek bocsani a tréning, én Benjamin itt a újutra. Anya, a sportcsarnokból átmehetek az iskolába? Máma, magu de prejtsi mi sportske hálle do skola sam? Mondtam, igen. Igen, szóval egy kamos. Igen? Szvána. Mondom, várj egy picit, mondani akarok valamit. Ja sam rekla, čekaj malo, hoće li što ti kažem? Legugoltam hozzá, što következő mondani. Stručnula sam dole i rekla sam mu. Nagyon figyelj, mit mondani fogok, mert bárhol tudod használni. Slušaj me dobro, ja ćeš ovo uvek moći da koristiš. Benjamin, két útestem fogsz átmenni. Benjamin, reći ćeš preko dva puta. Dönthetsz úgy is. Možeš doneti odluku. Hogy kiszámolod az autó sebességét.
da izračunaš kojom brzinom dolazi auto. Že te gorša šarvodat. I svoju brzinu. Ha sikerül. I ako uspeš. Megusztad. Prejeziš preko puta. Ha nem sikerül, átfutnod. Ako ne uspeš da pretrčiš. Akkor akár ett az autó. Onda može čak i da te pregazi auto. És tudod kell, hogy én mindig melletted leszek. I moraš da znaš da će ovo biti pored tebe. De van egy álmod. Ali ti imaš jedan san. Vállalatot kézilabdás akarsz lenni. Ti hoćeš da budeš reprezentativac u rukometu. Ez valószínű meghiúsol. I to će posle ovoga, verovatno, to posle ovoga neće biti moguće. Vaj dönthetsz úgy is. Ili možeš da odlučiš. Hogy oda mész az útesthez. Da staneš na ivicu puta. Szétnézel. Pogledaš levo desno. És átmész. I pređeš. Mától a döntés a te kezedben van. Od danas odluka je u tvojim rukama. Nézed rám. Gledam me. És mondom, menj. Rekla sam mu, idi. Amit én éreztem. Ono što sam ja osjećala. A felelősség. Rábila odgovornost. Átadtam a felelősséget. To tada sam osjećala odgovornost, ali u tom trenutku ja sam odgovornost dala. És nem éreztem az izgalmat. I nisam bila nervozna. Azóta már busszal jár haza. I od onda autóbuszom dalazi kući. És ami nagyon fontos, az az estén, amikor lefekült, oda mentem hozzád. I te večeri, kad je ulegao u krevet, sam odišla do njega. És megkérdeztem tőle. I pitala sam ga. Benjamin, amikor ott voltál az utas szélén. Benjamin, te si bio tamo na ivici puta. Mi jutott eszedbe? Csak ezt összeszedjél. Azt, hogy nekem kell dönteni. I on je rekao to, da ja moram odlučiti. Kedves barátaim. Drági mai prijatelji. A döntés a kezetekben van. Odluka je u vašim rukama. Kinek adhatom el ezt az üvegkavicsot? Kome mogu da dam ovaj stakleni kamen? Olyan szerencse. Sva sreća. Hogy még Szegeden úgy döntöttünk. Da smo mi još u Szegedin odlučili. Hogy mindenkinek hoztam egy ilyen kavicsot. Da ćemo svakome donijeti jedan ovakav kamen.